Két ezüst és egy bronzéremmel kezdte az évet az NTL judó szakosztálya. A kanizsai csapat egy lendvai versennyel nyitotta 2020-at. A nemzetközi megmérettetésen 5 nemzet fiatal judokái vettek részt. Az NTL 4 fővel regisztrált, közülük 3-an dobogós helyezést értek el. Balogh Janka 52 kg-ban a harmadik helyen végzett, Orbán Noémi a 33 kilósok mezőnyében lett második, 38 kg-ban pedig Kovács Ákos léphetett a dobogó második fokára.